Sajtótájékoztatót tartott a Jobbik Konzervatívok párt a Városháza előtt szerda délelőtt. Szarka Dénes, a párt miskolci elnöke elmondta, hogy a kormánymédia csaknem 400 sajtópert veszített el 2017 óta. Ennek körülbelül kétharmadát a Jobbik és a Jobbik Konzervatívok ellen. A párt állítja, hogy ezt a bíróság is megerősítette. Nagy tisztelettel köszöntöm a... Sajtótájékoztatót tartott a Városháza előtt Szarka Dénes, a Jobbik Konzervatívok miskolci elnöke szerda délelőtt. Apropó, ami miatt itt vagyunk, az az, hogy immár 5 alkalommal kötelezte helyreigazításra a bíróság Miskolcon is azokat a kormányközeli médiákat, amelyek a városvezetésre hazugságokat terjesztettek. Szarka Dénes hozzátette, hogy 2017 óta a Fidesz barát média csaknem 400 sajtópert veszített el, ennek körülbelül kétharmadát a Jobbik ellen. Azt jelenti, hogy minimum 272 alkalommal terjesztettek hazugságot a Fidesz megrendelésére a háztáji média a Jobbikról. Ezen felül egyébként több mint 100 másik esetben további ellenzéki pártokról hazudtak szintén, olyan esetekben, amiket egyébként ugye a bíróság is ítélettel támasztotta le. A párt szerint a csaknem 400 elvesztett sajtópert csak azon esetek száma, ahol a bíróság is kimondta a hazugságot. 2021. augusztusa óta 5 olyan alkalom volt, ahol valótlan állításokat közöltek, amelyek után a bíróság is helyreigazításra kötelezte ezeket a tartalomszolgáltatókat. Teljesség igénye nélkül 2021. augusztusában hazudtak, amikor a lakásrendelet kapcsán 300%-os lakbéremeléssel írtak. 2022. januárjában két felületen is hazudtak, akkor, amikor ugye luxus járművek vásárlása kapcsán írtak az önkormányzatról. Szarka Dénes a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kormány saját médiája működését közpénzből fizeti, amelyek az oktatásból, egészségügyből és az önkormányzatok gazdálkodásából hiányzik.